Alázatos szívvel állunk meg újból előtted, örökkévaló atyánk, és megköszönjük, hogy egy újabb évbe engedtél be bennünket. Nem tudjuk, mit hoznak a következő napok, hónapok, amik előttünk állnak ebben az új évben, de azt tudjuk, hogy a te trónod örökkévaló és változatlan. Az is, ahogy felénk fordulsz. Köszönjük, hogy ismerhetjük a te akaratod, velünk kapcsolatos akaratodat. Kérünk, hogy ez alkalommal is, amikor ebben az évben is szeretnénk tájékozódni a Szentírásból, magunk felől, te felőled, atyánk, örök sorsunk felől, a világ folyása felől, akkor tedd világossá számunkra minden alkalommal a te üzenetedet. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Isten tiszteletünk alapjára az előirányzott igéből olvasunk, ugye, hogy a zsidókhoz írt levélben találjuk megírva a második részben. Az 5. verstől olvasom az igét, és a 15. verset is felolvasom. A jelzett helyen Isten igéjét a következőképpen találjuk. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk, sőt, valahol valaki hittett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá? Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis minden alávetetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Amikor így szól, hirdetem neved testvéreimnek, és a gyülekezet körében dicsérlek téged. És ismét, én ő benne reménykedem. Majd újra, íme itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Azt a címet adták a testvéreink ennek az igének, hogy Jézus dicsőségbe bevezető útja. Ami igaz, viszont ő nem csak bement a dicsőségbe, hanem visszament a dicsőségbe, hiszen ott hagyta a menny dicsőségét, és emberré lett, és magatartásában is embernek bizonyult, így mondja a Krisztus himnusz. Tehát amikor végül 40 nap a feltámadás után még itt volt a világon, és tanította a tanítványokat az Isten országára tartozó dolgokról, és utána eltávozott, akkor ő tulajdonképpen visszament a dicsőségbe. És miközben kezdtem olvasni ezt az igét, az első mondat már mindjárt szeget ütött a fejembe, mikor azt mondja, hogy mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot. Kedves testvéreim, miközben a hírportálok egyik a másik után ontják a hazugságot, a csúsztatásokat, az egybemosásokat is lehetne sorolni. Közben tartalmaznak igazságot is, hiszen ha el akarják adni azt, amit hirdetnek, akkor valamiféle igazság magva is kell legyen.
És miközben hallgatjuk ezeket a hírodásokat egyiket a másik után, a Bibliát nem ismerő embertestvéreim kapkodja a fejét. Azt se tudja, hogy mire figyeljen oda, mit vegyen komolyan. Aki viszont jártas a Szentírásban, az nem kapkodja a fejét, hanem felkapja a fejét is a kettőnek. A kettő között óriási különbség van. Ugyanis testvéreim, nincs egyszerű dolga a hívőnek, mert a média, tisztelet a kivételnek, sok mindent csinál velünk, de mindenképpen manipulál. És nagyon sokakat lehet is. Akik ismerik a Bibliát, azokat nehéz, vagy lehetetlen. Akik a Bibliának adnak hitelt, azt nem oda csavarják gondolatilag, ahova szeretnék, hanem az sejlik fel a Bibliát ismerőben, miközben hallgatjuk a mostani híradásokat, testvéreim, az sejlik fel, hogy lassan itt-ott kezdenek komolyan beszélgetni arról, amit úgy az Ószövetség, mint az Új Szövetség ír, és ez tulajdonképpen az apokalipszis. Az apokalipszis az az utolsó időknek, az utolsó időkkel kapcsolatos fogalmaknak egy ilyen szava, ami maga alá gyűjt, egy ilyen gyűjtőszó. Apokalipszis az tulajdonképpen azt jelenti görögül, az apó az egy prepozíció, ami a szó előtt van, azt jelenti, hogy el, vagy tova, vagy félre, és a kalipszis az meg azt jelenti, hogy lepel. Tehát mikor apokalipszist hallok, az azt jelenti, hogy leleplezés. Amikor egy szoborra rátesznek egy leplet, mert be akarják mutatni, akkor felavatják a szobrot, úgy mondjuk, ráterítenek egy leplet, akkor a görög azt mondaná, hogy ráterítenek egy kalipsziszt, mert az lepel. És amikor lerántják, na az az apó, tehát a leleplezés. Amikor az Úr Jézusról mondja a Jelenések könyve, hogy ami most következik, az tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a leleplezése, az apokalipszise. Ugyanis a Jelenések könyve, a dicsőség Krisztusa úgy mutatkozik be a Jelenések könyvében, hogy olyat is megtudunk róla, amit az evangéliumokból nem tudtunk meg. Tehát még több információt hordoz és átad nekünk, mint amennyit az evangéliumokban sejtettünk, vagy az evangéliumok közöltek a számunkra. Na most, testvéreim, miközben mondom most a legújabb dolgokat, amiket hall az ember, és a hív ember felkapja a fejét, a másik meg kapkodja a fejét, miközben Zuckerberg, Elon Musk és még sokan mások a jelen való világ pusztulására készülnek, a jelen való pusztulására készülnek, csak nézzetek utána, mit működik Zuckerberg Hawaii-on. Meg ki tudja, még mások is, az észak-koreai elnök, meg nagyon sokan a világon készülnek a jelen való világnak a pusztulására. A közben, testvéreim, ez a felolvasott ige az eljövendő világról beszél. Azt mondja, hogy mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot. Ez a különbség a hívő meg a hitetlen között. A hitetlen a pusztulásra készül, az összeomlás szakértőkkel együtt, vagy a római klubnak a megjelent három híradása szerint, azokat a, minek is hívják őket, tulajdonképpen egy-egy könyvet jelentettek meg ennek a világnak a pusztulásáról, a civilizációnak a pusztulásáról, és nagyon igaz minden, amit elmondanak. Ezek így most már összefolynak azokkal a híradásokkal, amiket mostanában hallunk, mert azt mondja, hogy az ige pedig, amit felolvastunk, azt mondja, hogy mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk, mondja a zsidókhoz írt levél. Hát kinek az uralma alá rendelte akkor? Na hát megtudjuk, ha odafigyelünk. Én hátulgombolós nadrágot hordtam még, testvéreim, és azt hallottam, elmondtam én ezt már, csak most ide kívánkozik megint, mert erről szól az ige. Mikor azt mondták az imaházban egyik másik, meg itt-ott lehetett hallani, hogy testvérek, csak porszemek vagyunk meg, férgek vagyunk meg, stb.
Ne higgyetek ezeknek a dolgoknak, ez nem így van. Az Úr Jézus azt mondja Lukásnál, hogy ugye 5 verebet adnak 2 fillérért. Mégsem feledkezik meg közülük egyikről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szála is mind meg vannak számolva. Ne féljetek, mert a verebeknél sokkal értékesebbek vagytok. Mi tulajdonképpen, testvéreim, elveszett értékek vagyunk. Nem azt mondta az Úr Jézus? Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Nem a férgekért jött erre a világra, meg nem a porszemekért, hogy porból vagyunk, az egy más kérdés. Lehet több milliárd porszem, amiből felépülünk. Sőt, a Zsoltár író azt mondja, hogy látták a te szemeid az én alaktalan testemet, mint egy a föld mélyében. Tehát Isten már akkor láthatott bennünket a porba, mikor még por voltunk, aztán szépen lassan az édesanyánkon keresztül, meg a köldökzsinóron elkezdtünk növekedni, de ugyanabból a porból, amin járkálunk, testvéreim, aztán mikor megszülettünk, akkor továbbfejlődtünk, tehát tényleg porból vagyunk, de nem vagyunk porszemek, nem vagyunk jelentéktelenek, sőt, emlékezzetek vissza, mit mondott az Úr Jézus, és nem egymástól tanuljuk a hitet, hanem a Bibliából. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ugye az asszonynak, amikor a 10 drachma körül elgurul egy, akkor keresi, mindent felkutat, hogy megtalálja, és mikor megtalálta, akkor örül és hívja a szomszédasszonyokat, és örömmel újságolja, hogy megvan, ami elveszett. Megvan a drachma, ami elveszett. Azt mondja az Úr Jézus, hogy így a mennyek országában öröm van. Az Isten és a szent angyalai előtt egyetlen bűnösen, aki megtér. Akkor miféle férgek meg porszemek? Elveszett értékek vagyunk. Nem mondja a Biblia sehol, mert úgy szerette Isten a férgeket. Mert úgy szerette Isten a porszemet. Isten úgy szerette a világot, és nem a kősziklákat meg a tölgyfát, hanem az embereket, mert a saját képére alkotott bennünket. Tudjátok, testvéreim, hogy ha nagyon sokan, ha még többen, meg mindenki tudná, hogy mekkora értékek vagyunk az Isten szemébe, akkor nem járnának a kocsmában, meg mindenféle mocsokság után, ha tudná értékelni, hogy kik vagyunk. És hogy Jézus nem valami férgekért jött meghalni, hanem azokért jött meghalni, akik elveszítették az értéküket, mert megfertőződtek a bűnnel. És arra várnak, hogy Isten megtisztítsa őket. Na, ez a Jézus, ez akiről szól a felolvasott igénk, ez a gyönyörűséges. Ige, testvéreim, ez a mai igénk erről beszél, hogy Isten behozta az ő fiát ebbe a világba, és nem akárkik vagyunk. Sőt, azt mondja, hogy mert nem az angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, hát kinek az uralma alá? Nem jönne, hogy elhiggyünk. Figyeljétek csak, mit mond Pál apostol? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk igazgatni? Nem mindennapi megélhetésre tartozó dolgokat? Hogy van az, hogy veszekedtek egymás között? Hát nem értitek, hogy kik vagyunk? Mi vagyunk az Isten képére teremtve, nem az angyalok? Nem azt mondja itt a felolvasott igénk? Azt mondja, hogy mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, sőt, valahol így tesz bizonyságot. Most akarja mondani, hogy kinek az uralma alá rendelte ezt az egész mindenséget. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál. Nehogy azt gondoljátok, hogy Jézusról beszél. Nem Jézusról beszél, rólunk beszél. Rólunk beszél. Mindjárt megmutatom. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Mindent a lába alá vetettél, a 8. Zsoltár mi rólunk beszél. A 8. Zsoltár rólunk beszél. És ez a 8. Zsoltárnak az idézete. Ha ugyanis mindent alá vetett neki, mondja, rólunk beszél, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll az embernek. Na most figyeljetek, mi következik. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál. Itt beszél Jézusról. Az elég még rólunk beszélt. Itt már Jézusról beszél. És azt mondja, most ugyan még nem látjuk magunkkal kapcsolatos igéket, viszont azt mondja, hogy
Azt viszont látjuk, hogy Jézus, aki rövid időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Azzal koronáztatott meg Jézus, amit mi elveszítettünk. Mert rólunk is azt mondja a 8. Zsoltár, hogy Isten kevéssel tetted őt kisebbé magadnál, tisztességgel, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Igen ám, csak hogy a méltóságnak és a dicsőségnek ezt a koronáját az ördög leverte a fejünkről. Ezért a mindenható Isten beküldte az ő fiát a dicsőségből, és azért küldte be a dicsőségből, hogy amikor visszamegy a dicsőségbe, akkor vigye magával azokat, akik befogadták őt, akiknek hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, és leányaivá persze. Úgyhogy testvéreim, hatalmas dolgok vannak itt a Biblia lapjain megörökítve, és nem kell azokkal sopánkodjunk, meg azokkal jajgassunk, meg féljünk, meg reszkessünk, akik várják a világ végét, mert látjátok, a Biblia nem is arról beszél, hogy elmúlik ez a világ, hanem már az eljövendő világról beszél. Mert abban a pillanatban, amikor ennek a világnak vége lesz, amikor eltűnik, akkor Isten új eget, új földet teremt, amiben igazság lakozik. Na, mi ennek leszünk az örökösei, testvérem, és nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert olyan urat szolgálunk, aki megérdemli. És akinek odaállunk a hátához, követjük Jézust. Testvéreim, nagyon sokáig, én mikor így elképzeltem magam, amikor először eszembe jutott, hogy Uram Jézusom, te amikor így azért hátra nézel a csapatodra, hát olyan nagyon nem büszkélkedhetsz velünk. És testvéreim, itt meg azt olvassuk a felolvasott igében, hogy Jézus nem szégyel bennünket a testvéreinek nevezni. Azért mondja, hogy a testvérei vagyunk, mert mindannyian az atyától származunk. A hatalmas különbség az, hogy őt szülte az atya, bennünket meg alkotott. Na hát ez nagy különbség. De ő azt mondja, hogy testvérek vagyunk. És nem szégyel bennünket testvéreinek nevezni. Na ebből az igéből értettem meg, hogy miért. Én megmondom őszintén, mikor erre rágondoltam, hogy Jézus, mikor hátra néz, akkor engem is lát a nyomorultat, a szégyenkezhet miatt, hogy ilyen az én seregem, ez az én bandám. Hát így néznek ki ezek az enyémek? Nem. Ugyancsak a zsidókhoz írt levél, a román Biblia a zsidókhoz írt levélről azt írja, és ne felejtsük el, hogy ortodoxiából származik az írás, azt mondja a román Biblia, hogy Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele. Én nem tudom, ki írta a zsidókhoz írt levelet, nem merem rámondani, ők azt mondják, hogy Pál. De hogy legalább akkora fej kellett legyen, aki a zsidókhoz írt levelet írta, mint Pál, vagy annak egy olyan tanítványa, aki mindent megtanult Pál apostoltól, és olyan kultúrába élt, ami lehetővé tette, hogy ilyen bonyolult dolgot elmondjon, és ilyen sok mindent leleplezzen a Bibliába, testvéreim, ez fantasztikus. Ugye, és akkor értettem meg, hogy Jézus nem kell szégyenkezzen miattunk. Hát az van megírva ugyancsak a zsidókhoz írt levélben, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Mert ő a megszentelő, mi pedig vagyunk a megszenteltek. És nem szégyel bennünket testvéreinek hívni. Miért? Mert ő nem azt látja bennünk, akik vagyunk, botladozunk, csúszunk, mászunk itt utána, hanem azt látja, akik leszünk, mikor megérkezünk. Mert ő benne már szentek vagyunk és tökéletesek. Ugyanis nem férgek vagyunk meg porszemek, hanem elveszett értékek, akiket Jézus Krisztus a saját vére által megváltott testvéreink. És most jön egy másik ige, ami világosságot tesz ezek között a dolgok között, ugyanis azt mondja, hogy most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll, mármint az embernek, azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki szintén rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Na, itt megint megakadtam, mikor olvastam, hogy Isten kegyelméből. Aztán értettem meg, hogy így van. Isten kegyelméből ízlelte meg Jézus a halált. De nem a fia fele forduló kegyelméből, hanem a mi felénk forduló kegyelméből.
Tehát mivel annyira szeretett bennünket, hogy ideadta a fiát, tulajdonképpen a meg nem érdemelt szeretet, mert úgy szerette Isten a világot, nem érdemeltük meg. Mert úgy szerette Isten a világot. A meg nem érdemelt szeretet az a kegyelem. És mivel Isten meg nem érdemelt szeretettel szeretett bennünket, ez a kegyelem, úgyhogy innen lehet megérteni, hogy Jézus Krisztus Isten kegyelméből, az irántunk forduló kegyelméből mindannyiunkért megízlelte a halált. Jézus Krisztus dicsőségbe bevezető útja, tehát úgy, ahogy az elején olvastuk, a Jézus dicsőségbe vezető útja nem öncélú út volt, mert akkor nem is jött volna be ebbe a világba, ha öncélú lett volna, de el se hagyja a dicsőséget. Ő jól érezte magát a dicsőségbe. Hiszen ő ott volt a dicsőségbe kezdettől fogva, és ezt a Biblia mi számunkra egyértelműen bizonyítja. Hanem szenvedést és halált eredményezett a számára, hogy ott hagyta a dicsőséget, és bejött ebbe a mi világunkba. Hiszen ő Isten kegyelméből értünk ízlelte meg a halált. Így van ez a kegyelm, úgy így van ez, hogy a kegyelméből, Isten kegyelméből ízlelte meg a halált. És akkor most jön egy ige vers, amelyik még egy kis világosságot áraszt erre az eddig elmondottakra, megolvasottakra, mert az volt méltó Istenhez, beszéltem én már erről, csak most ez itt van benne ebbe a felolvasott igébe. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és itt már Jézusról beszél. Aki által van a mindenség, hogy őt, Jézusról van szó, aki számtalan fiát vezeti a dicsőségre, az üdvösségüknek a fejedelmét a szenvedések által tegye tökéletessé. Tehát az volt méltó Istenhez, hogy Jézust, aki által és akiért van a mindenség, aki számtalan fiát vezeti majd a dicsőségre, ugye mondtam, hogy itt megy előttünk, mi meg utána, de egyszer és mindenkorra a szenteket tökéletessé tette egyetlen áldozatával, sőt az üdvösségük fejedelmét, aki tulajdonképpen a szenvedések által tette bevégezetté, mindjárt látni fogjuk. Ugyanis testvéreim, figyeljétek meg, Jézus Krisztus a halála által lett a megváltónk. Megváltott bennünket a haláltól. A szenvedések által, mivel itt szenvedett ebben az emberi testben, és tudja, hogy milyen nyomorúságban vagyunk a testünk miatt, a bűn miatt. Ezért meg tud indulni a gyarlóságunkon, és ott, mikor most ott van az atya jobbján, közben járunk az atyánál, meg tud indulni a nyomorúságainkon, és akármikor fordulhatunk hozzá, mert ő tudja, milyen embernek lenni. Tehát megváltunk, mert megváltott a halálból a halála által. Közben járunk, mert szenvedett, és tudja, mit jelent ez a földi élet. És amikor visszajön, hogy megítéljen bennünket, már nem a felett ítélkezik, hogy bemegyünk a mennybe, vagy nem megyünk, hanem ennyi, vagy annyi ajándékot kapunk. Mert az van írva a Bibliában, emlékezzetek vissza, hogy eljövök, és az én jutalmam velem van. Az örök élet megvan, de az én jutalmam velem van. Hogy aszerint, amit a testben cselekedtünk, megjutalmaztathassunk, attól, hogy mit cselekedtünk, jóta vagy gonoszt. De mi már bemegyünk, mert hiszünk abba, aki egyszer és mindenkorra tökéletesítette a megszentelteket. Tehát ő nem csak az üdvösségünknek a fejedelme, hanem a megszentelő is, mert, és akkor olvasom az igét, ahogy a felolvasott igényben van, mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak az atyától, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Mert mondtam, Jézus Isten egyszülött fia, mi pedig az alkotásai vagyunk, de az ő gyermekei vagyunk. Emlékezzetek arra az igére, amikor azt mondja, hogy akik befogadták Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten gyermekei legyenek. Jézus is gyermeke Istennek, az egyszülött fia, és Jézus nem szégyel bennünket a testvéreinek nevezni. Mert ő már azokat látja, akik lépdelni fognak az örök tájakon, nem azokat, akik még itt botladoznak ezen a sárgolyon. Na most, testvéreim, tovább mondja ez az igénk, és nem is tudom, hogy a Bibliában van-e még egy olyan hely, ahol ennyire világosan fogalmaz. Azt mondja, hogy mivel pedig gyermekek, már mi, test és vér részesei,
Ő is hozzájuk hasonlóan bejött ebbe a világba, Máriától született, hogy ő is test és vér legyen. Mivel mi test és vér vagyunk, ebből vagyunk felépítve. Ő is bejött ebbe a világba azért, hogy a testnek és a vérnek részese legyen, hogy a halála által, hát ha nem jött volna az Úr testbe meg vérbe, nem jött volna be ebbe a világba, akkor nem tudott volna meghalni. Azért jött be ebbe a nyomorult világba, hogy meghalhasson, mert nézzétek meg, hogy mit csinál. Mert a halála által megsemmisíti azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Mivel Jézus meghalt, de feltámadott, egyszer és mindenkorra elintézte a halált. Addig a Jézus feltámadásáig, testvéreim, a halál olyan volt, mint egy kompakt valami, hogy aki ebbe belekerül, az ott is marad. Jézus az első szülött a halálból, tudjátok, hogy így van megírva. Ő volt az, aki, mit jelent az, hogy első szülött? Az első szülött, aki megnyitja az édesanyjának a méhét. És meg első szülött. És Jézusra azt mondja a Biblia, hogy ő az első szülött a halálból, vagyis a halál nem végleges, hanem Jézus kinyitotta a halált, és ahogy ő feltámadt, mindazokat feltámasztja az örök életre, akiket erre kiválasztott a világ teremtése előtt. Úgyhogy testvéreim, hát, hogy is mondjam, olyan esztelen próbálkozás a világvallások számára, amikor örök életről regélnek, meg örök életről handabandáznak. Figyeljte csak, mit mond tovább az ige, azt mondja, hogy megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Tudjátok, testvéreim, hogy mivel az ember félt a haláltól, mennyi mindent kitalált? Igen ám, de az ember nem tud olyat kitalálni saját magától, amivel megszabadulhatna a haláltól. Az ember csak el tudja fogadni azt az egyetlen lehetőséget, amit Isten kínál az ember számára, hogy megszabadítsa a haláltól, az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Azt mondják, az Isten nélkül gondolkodók, ugye kitalálták a nirvánát, kitalálták a lélekvándorlást, mert féltek a haláltól. Egyszerűen. Úgy gondolták, hogy elpusztul. Kitalálták a paradicsomot, nem azt, amiről a Biblia beszél. Bolond paradicsomot. A tiszták országát, a boldogok szigetét, Indra szekerét, Oziris királyságát, vagy a jeruzsálemi professzor, ez a legújabb, a Hararit, aki valamiféle digitális örökké valóságot gondol el és kínál az ember számára, hogy eljutunk majd arra a fejlettségre, hogy lesz egy digitális örökké valóság. Nem is vesztegetem rá a szót. Testvéreim, a mindenható Isten egyszerűen megoldotta a halál kérdését, és az örökké valóságra hív bennünket az ő fia által, aki csodálatos engedelmességgel, csodálatos erővel és hatalommal felruházva megváltotta azokat, akik őszinte szívvel ragaszkodnak hozzá és fordulnak felé, akik kérik tőle, akik megvallják, hogy nyomorultak és nélkül elvesztek. Aztán közben jár érettünk az Atya jobbján, és amikor visszajön, akkor pedig hozza azokat az ajándékokat, amiket nekünk készített el. Miért? Azért, mert a halála által megsemmisítette az ördögöt, akinek hatalma van a halálon, és megszabadít bennünket a haláltól való félelem miatt. Hát nem azt mondja az Úr Jézus. Aki hisz én bennem, az, ha meghal is él. Aki hisz én bennem, annak örök élete van. Aki hisz én bennem, az nem megy az ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Vagyis az igazi, aki fél a haláltól, és látjátok, hogy féltek az emberek, a mennyi mindent kitaláltak. De mondom, amit az ember Isten nélkül talál ki, eszembe jut azt a testvéreim, mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Én ezt a megtérésem után hosszú ideig úgy értettem, hogy nálam nélkül semmi jót, üdvösségre valót nem cselekedhettek. De nem így van, testvéreim. Mindenre vonatkozik. Mindenre. Ahhoz, hogy a gonosz, ahhoz, hogy az a mocskos
senkiházi, nem is tudom, bolond, azt kell mondani. Nem normális, aki veszi az apjának, ellopja a fegyverét, aztán megy az iskolába, az agyonlövődözi az osztálytársait, vagy ez, tele van a világ ilyen dolgokkal, testvéreim. Az is ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, vagy akkor reggel, vagy valamikor, azt az ennivalót adta, amit Isten teremtett azért, hogy fennmaradjon az életünk. Mindenki, aki gonoszságot művelt ezen a világon, az mind az Isten levegőjét szívja, az mind azzal az ennivalóval táplálkozik, amit Isten azért mondja az ige, hogy esőt tehát mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Az Isten erejével, a gonosz is csak azzal tud létezni, ami ebben, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. De nem lesz így mindig, testvéreim. Nem lesz így mindig. Isten, amikor visszavonja az ő készleteit a gonosztól, akkor tulajdonképpen az, hogy nézzétek, mit mond, ezt egy darabig nem értettem, de aztán megértettem, hogy akinek hatalma van a halálon, hogy megsemmisítse az ördögöt. Hát arról volt szó, hogy az ördög belevetetik a kénköves tóba, és ott örökké ott fog szenvedni. Akkor hogy megsemmisítse? Nagyon egyszerű, testvérei. Az ördögtől csak el kell venni a hatalmat, és tovább nem tud csinálni semmit. Létezhet örökké, de már nem tud csinálni semmit. Vagyis meg van semmisítve. Ugyanis az ördög attól létezik, hogy gonoszságot művel bennem, bennetek, bennünk, a viszonyainkban, a világon, és így tovább. Végül most így a vége fel az utolsó gondolatok közt, hadd említsem meg nektek azt is, testvéreim, hogy aki azt gondolja, hogy az ember porszem vagy féreg, annak jusson eszébe. Én jártam olyan múzeumba, ahol pattintott szerszámok voltak, és csiszolt szerszámok, kőből. Olyan régiek. És el lehet mondani nyugodtan, a sátán, akit meg fog semmisíteni, elveszi a hatalmát, és már tovább nem tud csinálni semmit. Miután nem tud ártani tovább, már nem létezik. Csak a neve létezik, de ő már nem. Hatalom nélkül semmi. És ebben a múzeumban láttam késeket, kardokat, amiket pattintott kőből csináltak, aztán csiszolt kőből, aztán például egy fegyvermúzeumban ezt lehet látni. És testvéreim, figyeljétek meg, aki azt mondja, hogy az ember az csak porszem, meg az jelentéktelen. A sátán azt mondja róla az Úr Jézus, embergyilkos volt kezdettől fogva. Embergyilkos volt kezdettől fogva. Ha az ember nem fontos, akkor hogy létezik, testvéreim, hogy a pattintott késekkel, a csiszolt késekkel, a mindenféle fegyverrel, az ismétlő fegyvereken keresztül, az ágyukon, a rakétákon, a balisztikus rakétákon, az interkontinentális rakétákon, az atombombán keresztül nem volt képes az ördög elpusztítani az embert erről a világról. Sőt, többen vagyunk, mint valamikor voltunk. Miért? Azért nem csak az ördög létezik, meg az ő hatalma, mert hatalmat kapott valamennyi időre, hanem ott van a hatalmas Isten, aki szereti az övéit mindvégig. És kelteti ebből a káoszból, kelteti kifele az övéit, akiket szeret és akiket magához von. Ezért adta ide a gyönyörűséges fiát, legyen hála neki érte, és akik befogadták az Úr Jézust, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Ezért mondta az Úr Jézus, aki hisz én bennem, aki hisz én bennem, annak örök élete van. Nem is tudjuk megköszönni, testvér, nincsenek szavaink, nem tudjuk felfogni, hogy mit jelent az, hogy a mindenható Isten az ő fia által megváltott bennünket. Aki olvasgatja a zsidókhoz írt levelet, az sok mindenre rájön, testvéreim, olyasmire, amit nem talál meg. Megtalálja a Bibliában, a nagy kontextusban megvan, de itt sokkal koncentráltabban és nagyon sokszor jobb magyarázattal szolgál, mint hogy keressük, és nem találjuk. És testvéreim, azért is hála a mindenható Istennek, hogy azt olvassuk egyik helyen, hogy vannak, akik tanulnak, örökké tanulnak, és az igazság ismeretére nem jutnak el.
az Isten lelke kell ahhoz, hogy meglássuk az igazságot a Bibliában és megértsük. És ne kapkodjuk a fejünket össze-vissza, amikor a hírportálokon mindenféle zagyvaságot hallgatunk, hanem kapjuk fel a fejünket, hoppá, már ezek is arról beszélnek, amiről a Biblia. A világ végét azt mondják, hogy közel van. Igen, de bennünket nem a világ vége érdekel, hanem az új ég, az új föld és a Jeruzsálem. Ugyanis nekünk Jézus Krisztusban van kontinuitásunk, folytatásunk. Amen. Ha nincs más, akkor befejezve éneket énekelünk.
Végezetül pedig a mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, mennyei atyánk szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Az Úr közel.